Facebook csoport a leírásban, lépj be bátran, és légy a közösségünk tagja. Sziasztok, DB Tomi vagyok, és ma újra House Flipper. Ugye az előző részben ott hagytuk abban, hogy egy babaházat, illetve hát egy babaszobát, egy gyerekszobát alakítottunk ki veszettül, illetve egy rendkívül mocskos házat kitakarítottunk, és úgy majdnem 100%-ig rendbe raktuk az egészet. Úgyhogy most ezt a szisztémát fogjuk tovább vinni, és csináljuk tovább a küldetéseket. És reményeim szerint egyébként ma kapok egy pontot egy olyan fejlesztéshez, hogy tudjak... Na, egy picit megküldt a játék. Meg én is. Ugye itt van a kis... Szóval kapjak olyan fejlesztést, fejleszt, hogy tárgyalás, és hogy megtárgyalására. Tehát az a lényeg, hogy szeretnék tudni tárgyalni az árakról, és akkor a következő részben tudok majd renoválni. Venni fogok egy házat, felújítjuk és megpróbáljuk eladni haszonnal. Ez lesz a következő részre a terv, viszont ehhez egy kicsit fejlesztenem kell. Még egyszer. Tárgyalás, fizetés, megbízásért. Ezt nem tudom pontosan, hogy mit kell erőltetni ahhoz, hogy ezeket a pontokat tudjam szerezni. Viszont ugye itt van az asztal, és egyébként saját magam előző részben láttam, hogy itt valahol, hát itt pont nem fogom látni, de ott van egy konnektor, és majd ott talán be is fogom dugni, tehát ezt még mindig nem engedtem el teljesen. Na nézzük, Vörös Eduárd, még egy fürdőszoba és műhely, segítsen, megfizetel, szeretnélek felfogadni, kis pofa. Na most, már erre múltkor is kíváncsi voltam, úgyhogy ezt fogom megnézni most. Jó napot kívánok! Már idősebb vagyok, évek óta adok ki szobát diákoknak. Sajnos idén... bocsánat. Sajnos idén balul sült el a dolog. Egy nagyon megbízhatatlan társaságot fogtam ki. Nem fizettek időben, szóval megnéztem személyesen, hogy mi folyik a lakásban. Óriási disznó fogadott. Amikor beléptem, azt hittem, menten elájulok. A padlón dobozok, üvegek, flakonok, mindenhol kosz és mocsok. Nyugodtan üldögélnek a konyhapadlón. Elégedett. Aszta. Hát azért ez erős. Figyelmeztettem őket, hogyha nem fizetnek, akkor repülnek a lakásból. Végül fizettek, de később kiderült, hogy a lakásból eladott radiátor árából. Az igen. Tehát a lakásból eladott radiátorok árából. Az kemény. Elvitték a bútorokat, és egy szemétdombot hoztak helyett a szobába. Ezek után még volt képük visszakérni a kaukciót. Kitakarításához én már kevés vagyok, és az idegeim sem bírnák. Kérem uram, oldja meg ezt a problémát. Már repülök is. Azért ez elég szomorú történet, ha belegondoltok, hogy szegény kis öreg ember kiadja a kis lakását, hogy a diakok, egyetemisták itt élhessenek, és cserébe hát okádék, amit maguk után hagynak. Hát igen, be sem tudok menni. Takarítsd a szennyeződést, ajtó becsuk. Aha. Jó, hál' Istennek azért nincs akkora dzsuva. Higgyni. És akkor mondjuk kezdjük innen. Ő, baszki. Vagy inkább innen. Ó, baszki. Azt a picsa. Azért szépen helybe hagyták szegény öreg bácsika kiadott lakását. Úgyhogy majd ide majd radiátort is kell felszerelni. Így. Na pedig azért, hát mondjuk azt sem tudom elképzelni, hogy így ezeket egyesével kell. Azért ennyire alkohol, ez biztos egyetemisták voltak.
vagy valami nyári tábor. Takarítsd el a szemetet. Na, hol van még szemét? Ez is az. 96, hát az graffiti is. Itt egy újság. Jó. Fehérre kell kifesteni a falat. Akkor először is szépen felmosok, feltakarítok. Gondolom a graffitit is letöröm egy sima parfissal szedni a falról, hát természetesen. Nem tudom, a lámpák retkesnek számítanak? Vagy ez gyárilag ilyen csúnya? Na mindegy. Ez nem az én reszortom eldönteni, hogy ez jó-e vagy nem. Jaj, ne, ablakot kell mosni. Ah, ezt nem szeretem. Na jó, ezt most cigány leszek. Ah, bocsánat, akarom mondani kisebbségi, akarom mondani sutyó, akarom mondani bocsánat. Szóval, hey, basszus! Szóval arra akartam kiukadni egyébként, bocsánat, hogy megpróbálom anélkül teljesíteni a megbízást, hogy ablakot takarítanék. Most a következő lépés az részemről az egy radiátor lesz, ami fürdőszobában nem, berendezéseknél van. És itt van egy ilyen szép radiátor, vedd meg, ami hát 11 ezer pénzben van, viszont de már most 46 ezeret kerestem, úgyhogy annyira nem baj. Így szépen be kell csavarni. Rát jó, ez amúgy ez a mechanika. Tetszik nekem, hogy ennyire mondhatni részletesen meg kell csinálgatni a dolgokat. Az ablakmosás az egyébként tényleg... majd próbáljátok ki ezt a játékot, és mondjátok el, hogy szerintetek is így van-e. De valahogy nagyon, nagyon fura, fura az irányítása. És nem igazán tudok rájönni a mechanikára. És akkor most az következik, hogy kifestünk fal és fehér, ugye fehér színt kért, sima fehér szín. Van el csomag fehér is, sima fehér. Vedd meg most, veszek kettőt, biztos, ami biztos. Hoppá, mondom, veszek kettőt. És erre nem arra nyomtam. Viszont ugye szereztem olyan pontot, hogy nem pazarolom annyira a festéket. Ezért is lepődtem meg múltkor, hogy egyszer elfogyott idő előtt, utána meg pikpak. Viszont hál' Istennek a festés is gyorsabban megy már. Láthatjátok, hogy ezért el lehet ideig jutni, és még nem is fejlesztettem maxosra a festési képességemet. És egyébként nem olvastam ennek utána, hogy mi ez a egyszer három falat is tudok festeni, vagy építeni, de nagyjából ez, hogy így haladok és szépen, illetve hát gondolom én, hogy így szépen húzom és csinálja. És egyébként egész kevés festéket használ, ami hát való igaz, hogy tényleg így van. Úgyhogy lehet, hogy simán, hogy egy kannával ki tudom festeni itt az egész szobát. És egyébként ezt, ez is mondjuk elég érdekes, hogy innen ki tudom festeni. Egyébként ilyen csíkosan jobban néz neki. Na ez, ez az én véleményem, ezzel nem foglalkozunk. Így látjátok, egész gyorsan lehet már haladni. Egész gyorsan lehet haladni. És a festék sem fogy annyira. Szóval azt akartam még mondani, hogy egész érdekes az, hogy
szoba másik végéről is ki tudom festeni a falat, viszont a plafonra meg nem tudok felfesteni. Ez is egy olyan mechanikai vagy logikai kérdés, ami hát az én agyamban fordul meg, de egyébként mindenki szerint ez tök egyértelmű. De nem baj, szerintem idővel fogok tudni a plafonra is festeni. Hát fura lenne, ha nem. Így is van. Így is van, ott még az ablak alatt még hiányzik. Oké, egyébként jó tipp volt ez, hogy két kanna kell, mert az egy, ez nem elég. Úgyni. Ez az első részhez képest is látszik, hogy mennyit fejlődött a festés sebesség. Viszont valahol ott még kimaradt egy-két ponton. ...98% és 100%. És akkor most maradt az... Hát az ablakpucolás, amihez nem nagyon fűlik a fogam. Ja, és nincs nálam most az az eszköz, amivel ezt el tudnám adni. Ami szomorú, mert így a nyakunkon marad. De mindegy, ez a szoba kész van. Nézzük, uha, itt több is van. Úgyhogy először ezt csinálom meg. Ennyi üveget, bakker. Azért tudtak inni a skacok, bár nem tudom, hogy ez mennyi idő alatt fogyott el, de azért mégiscsak elég morbid. Hopp, ez az emeletes ágynak a lába. Igen. Takaríts fel a szemet, takaríts le az ablakot. Hát nagyon félek tőle, hogy kilódnom kell vele egy sort. Most ez itt most... És ez komolyan nem tudom... Nem tudom kiszedni a szemetet, csak hogyha ezt onnan elveszem. Ne idegesíts meg. Pedig nem akarja. Nem akarja kiszedni onnan. És itt tudom rakni. Erre megpróbálom, hogyha a széket arrébb... Úgy is van, a szék miatt volt beragadva. Akkor felmosó. Egyébként ezt erre nem tértem ki külön. De ugye vásároltam. És láthatjátok, hogy nem az az egyszerű kis seprücske van nálam, hanem egy ilyen kék felmosó. Ugye ezt is fejlesztés pontért tudtam kiváltani. Szennyeződés, még itt van egy csomó szennyeződés. Ott fönt van még szennyeződés. Úgy. 94%. Hát én ezt gondolnám még kosszunk, de ez innen nem akart feljön ez előbb. Viszont így 100%. Most azok szerelt fel az eszközt, ami hát egy újabb radiátor felszerelését jelenti. Ezt meg szépen beforgatom így ide. De ez egyébként mennyire jó. Íróasztal, és akkor fölötte meg az ágy. Szerintem ez rohadt jó, helytakarítós és egyébként nagyon praktikus. Radiátor. Az berendezések és egy radiátor. Ez. Vett meg most majd 12.000 forint. És már szerelem is fel. Egyébként ez tök vicces, nem tudom, egyébként ez mások is feltűnte. Ha leraktok egy eszközt, szinte bármilyen eszközt, annak olyan hangja van, mint mikor egy üres üdítős dobozt leraktak. Nem tudom, hogy miért, de
engem arra emlékeztet. Basszus, lehet, hogy mégiscsak kell majd takarítani ablakokat. Ó, te. Ez nagyon dugrva, hogy mi van itt. Még a szennyeződést kell valonnan eltakarítani. Íha. Na, egyébként elfelejtettem, hogy ezt hangosan kéne olvasnom. Ha egy ember vagy, aki rovarfóbiában szenved, csótányoktól való félről van szó, a játék általános opciójában van e lehetőség, hogy a csótányokat üvegdarabokra változtathatod. Ez egyébként mennyire jó, hogy a játék készítők... Hát elég undik. A játék készítők erre is figyeltek. Hogyha félsz a csótányoktól, akkor ne játssz ezzel a játékkal, vagy állíts be, hogy üvegdarabok. Ez egyébként ez tök korrekt, ez tetszik. Na, honnan kéne még? 64%, és szerintem kész vagyok. Ja, opp, itt nincs. Ezt nem láttam, hogy a sötét alapon sötét szutyok. Nem vagy erre szembe tűnő. Viszont akkor itt is lesz, és akkor most már ezt jobban megnézem. Ott is van. Na, hol van még? Mondjuk ilyen alapon a felső sarkóban is lehet. Ott. Így is van, tehát itt ebben a szobában kész is vagyok. Hát, hál' Istennek nincsen ilyen rovarfóbiám. Nem tudom, egyébként ezeket is így kell feltakarítani. Húzd ki a porciót. Na, egyébként nem, csak kipróbáltam, nem, nincs. Azért álltam, mert egy picit így fura érzés ezeket a sok-sok bogarat így látni. És kipróbáltam, hogy esetleg iszonyodok-e tőlük, de hál' Istennek nem. Nem azért álltam fel a szekrény tetejére, mert fóbiám lenne. Azért jó nagy kecó ez, basszus. Jó nagy hely. Azért van mit takarítani. Azért is halad olyan lassan a üvegek, természetesen. Azért egy konkrét borászatot kifosztottak a skacok. Hogy elnézem, basszus, hát ennyi üveget. Kattingatok leszettől, de valahogy nem akarta. Beadni. Úgy is van. Vagy egy kukát így konkrétan ki kell vágni, értem. Kacok. Ilyet magatok után hagyni. Ez elég szégyen teljes. Mindegy, az ilyen embereket sem fogom megérteni, de mindegy. Azért vagyok itt, hogy segítsek, és ha nem lettek volna ilyen trehányok, akkor ugye nem kérnek fel. Ezt így kell felfogni, hogy akkor most nem lennék itt. Várjál, ezt megpróbálom, hogy ezzel
Aha, ilyen porszív felkelőket. Na, ilyen mechanikusa volt még, ezt se kellett csinálni még ebben a játékban. Szépen felporszívózni csótányokat. Prim, 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 prim. Bocs. Nem tudom, hogy jött. Jú, na, gyere. Bátya, mindjárt nevet adok neki. Mit csinál? Most az, az az egy darab, az miért nem jön le onnan? Na, de fura. Még van pár jó barát. Úgyni. Az... az is az még, nem? Úgy. Szennyeződést. Csótányokat. 3/6. Csótányok fészkét. Nem tudom egyébként, hogyha üveggel helyettesíteném, akkor a falon is üvegdarabok lennének. Vagy ez... na mindegy, ez a rész megint egy olyan logikai kérdés, ami ma is volt, meg egyébként jellemző rám, hogy túlgondolom dolgokat. Nem tudom pontosan, hogy melyik részét kéne odairányítanom, de nem mindig akar összejönni ez a csótány szívózás porszívóval. Na, most átviszem rajta, és nem. Érdekes. Érdekes. Na. Csótány szívózás kész, akkor jöhetnek a felmosás dolgai. Ugye a maszatok. Bár magyarul megtanulhatnék már lassan, ha már beszédlek emberek előtt. Hol a mosás? Hát azt köszide kihagyom. Bár lehet, hogy nem fogom tudni teljesíteni nélkül a küldetést. De minden mást teljesítek. És akkor remélhetőleg a bácsika elégedett lesz. És kifizet, elenged. Fú, te. Azért egy széknek a hátulján balra foltok vannak. Nektek mi az első, amire gondoltok? Mit csináltak itt a srácok? Na, hol lehet még? Ja, mondjuk pont a szék alján. Úgyhogy azt, hogyha felállítom, akkor már nem is tudom. Most tényleg ezt például fel tudom borítani? Na csak nem olyan a játék, hogy... Na jó, ezt nem hagyjuk, csak ugye a rendkedvére ezt így szépen így rakom. Szennyeződés viszont nem találom azt a kicsit. Ennek ellenére ezt a radiátort én most szépen felszerelem. Egyébként, most így a közepén, volt, aki kérdezte, hogy miért nem vágom meg ezt a videót, miért nem csinálom érdekesebbre, rövidebbre, de lekötőbbre, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott pontosan, hogy ez így unalmas. Na most én meg egyrészt ugye elmondtam, hogy nekem ez egy olyan játék, amit nagyon élvezek játszani, és nagyon élvezem benne felfedezni a dolgokat, és
az lenne a célom, hogy veletek együtt éljem át ezt az élményt. És emiatt teljesen vágatlanul szeretném nektek átadni, mert hát én konkrétan nem is játszok egyáltalán ezzel a játékkal. Ha megjön hozzá a kedvem, akkor már csapom is fel a felvételt, és kizárólag itt játszok. Láthattátok, hogy egy szöget nem mozdítottam. Jó, nyilván ott az elején... Tündérapci. Nyilván ott az elején volt, de azt önhibán kívül. Illetve hát nyilván én csesztem el, hogy nem vette. A felvétel nem indult el. Szóval annyi történt a játékon kívül, amennyit nem sikerült felvennem, de az, a szándék ott is megvolt. A lényeg, hogy én ezt veletek együtt szeretném kinőni magam ebben a játékban, és ezért teszem fel teljesen vágatlanul. És ezzel szerintem megválaszoltam az illető kérdését. Ott még találtam egy kis üvegeket. Egy-két üveget a kanapé mögött. Így van. Mocsok most is van bőven. Mert miért ne lenne? Nem tudom, egyébként majd mindjárt megnézem, hogy miközben magyaráztam, meg koncentráltam, hogy a kis csótányokat eltakarítsam. Kaptam esetleg fejlesztést. Most az ablakokat szerelt fel az eszközt. Ezt azért fogom arrébb rakni, hogy be tudjam rakni a radiátort. Már szedem is elő, és pattintom is fel. Úgyhogy ezért csinálom ilyen formában, ezért vágatlanul, hogy együtt éljük át ezt az élményt, nem az legyen, hogy órákat játszok ezen kívül, és mikor ti nekiálltok játszani ezzel a játékkal, akkor azon csodálkoztok, hogy fú, basszus, te már mit tudom, 10 percet játszottál, és ezt meg tudtad csinálni, ez hogy van. Úgyhogy ez az én elképzelésem, hogy így minden egyes lépést megmutatok, és akkor, hogyha ti is átélitek, vagy játszani akartok az a játékkal, akkor hát lehet, hogy spoilerezek, mert úgy vettem észre, hogy bizonyos küldetések ugyanazok, viszont nyilvánvalóan mondjuk, hogyha elkezdek renoválgatni, házakat újítani, akkor a saját kreativitásatokat semmi sem fogja gátolni, és ennek a játéknak az a szépsége, hogy azon túl, hogy nyilván a küldetésekből kezdtek elindulni, utána a házakat mennyire van kedvetek renoválni, és azt, hogy vitelizzitek ki. Úgyhogy közben egy másik szobába jöttem, egyébként a feladat ugyanaz, takarítás, csuvázás, mint az állat, új képességpont. Már nézem is, mi az, hát ha egy kicsit gyorsabban tudok fejleszteni, vagy hogy takarítani, ó, és kettőt. Ez engem annyira nem mozgat, hogy a minimap-en lássam. Viszont... kis felmosó. Erre fejlesztek egyet, illetve egy 50%-kal gyorsabb felmosás. Ez mindenképpen hasznos. Azért mondtam, hogy most... Na, és már nem is ez a parfis van, hanem ez a piros, és puty. Ezért is jó, hogy megnéztem, mert akkor is sokkal gyorsabban tudok felmosni. Egyébként gyorsabban is mozgatja a szőröskor úriember. Na várjál, akkor megnézem, hogy radiátort így be tudom szerelni. Á, de így is be tudom szerelni, nagyon jó. Már csapom is föl. Ígyni, meg ígyni. Egyébként meg ez ilyen kis nyugis játék, tehát hogyha ilyen folyamatosan történne valami, akkor így kéne ide ragadnatok, ez meg egy nyugis. Igaz, lehet, hogy nem köt le titeket annyira, viszont egy esti kakaózás mellé én nagyon szeretem az ilyen nyugis játékokat nézni, úgyhogy arra gondoltam, hogy esetleg ha valaki ebben utazik,
Micsoda? Megint kaptam valami fejlesztést, nem? Nem olvastam el, csak elnyomtam. Na, hol még szutyok? Pikpak lekapom onnan. Egy gyorsabb fejlesztés, még jobb felmosó, és már is pikpak. És ez a szépség ennek a játéknak, hogy folyamatosan tudod fejleszteni. Na most bolt és üzlet, pontosabban egy radiátort kell, sőt nem is, ide egy csapot kell felszerelnem, ugye? Egy lefolyót, illetve egy ilyen fürdőszobai radiátort, igen. Ami, hát nem ez, megint rányomok erre a Garden-re, Garden DLC-re, berendezések, és fürdőszobai radiátor. Ez kell nekem. Újni. És szépen felszereljük. Ezt itt becsavarom felül. Ezt a kupakot rárakom. Ugyanezt megteszem a másik oldalon is. Várjál, csavar. Alulról. Felülről. Ugyanez a másik oldalon. Először a felsőt kell. Ja, értem. Először oda kellett rakni. És akkor utána már mindegy. És utána gondolom még a csapot ki kell nyitni. És nagyon baba. Ide pedig egy lefolyót kell felszerelnem. Csak ugye előtte ezeket a kupakokat így le kell innen kapni. Hogy legyen hova a csöveket beszerelni. És akkor nézzük is csak fürdőszoba. És egy beépíthető lefolyó. Ez az, ami nekem kell. Csavar. Csavar. Ezt szépen rátolom. Alátét. Anyacsavar. Alátét. Anyacsavar. Itt várjál, a csövet kell először. Nem, először ezt a pipát kell bele csavarni szépen. Utána kell a csövet szépen ráhelyezni. Ezt ugye meghúzni. Illetve fölülre rögzíteni. Másik oldalon ugyanez. Behelyezem a csöveket szépen. Tömítés, utána magát a folyót, valamint a csapot. És itt alulra a csövek, tömítés, cső, igen, ugye, T, cső, alulra a kis tömítés, és kész van, és már tudok is tovább menni, jártam már mindenhol. Itt még nem. És ott sem. De gyorsan ezt is megcsinálom. Egyébként így már egész vicces. Eddig már mondhatni unalmas volt a felmosás, viszont így már azért pikpak megvan, és így már sokkal viccesebb. Látjátok, ennyi. Pikpak. Milyen jó lenne az életben, és ennyi ideig tartana, mi? Ezt már elmondtam korábban is, de ez így van. Ez nagyon fun lenne. Szúgy, és már nincs is szennyeződés. Szereld fel az eszközt. Én gondolom, egy sima radiátor kell. Várjál csak, amúgy meg kell egy... mi kell? Két eszköz kell felszerelnem. Egy radiátor. És mi a másik? Mosógépet. Na, olyat még nem raktam fel. Olyat még nem szereltem be. Úgyhogy most ez következik. Szépen. Nem tudom, hogy ez a berendezéseknél van-e. Vagy elektronika. Vagy esetleg fürdőszoba. Ah, beszerelhető mosógép. Ez lesz az.
Úgy. És akkor be is szereljük. Na itt most mit kell csinálni? Leszedni a hátsó panelt. Igen. És hát mivel négy csavarral van rögzítve. És most? Le kell szedni. Igen. Ezt négy csavart is kiszedjük. Hát mosógépet se volt még alkalmam igazán beszerelni. Vagy lehetőségem. Ez most a dob, nem? Ja, hogy értem. Értem, a forgó dobot egy picit meg kellett igazgatni, vagy nem tudom, hogy mit csináltunk vele. És most? Mit kell most csinálni? Ja, értem. A csövet. Igen, ezt a pipát. Megint csak. Úgyni. Gondolom ezt a másik csövet. És kész. Kész. Ennyi. Most már mosógépet is fel tudok szerelni. Nagyon király. Akkor berendezéseknél van a radiátor. Még mindig. Ha már a sokadikat felszereljük, ezt is. Ígyni. Ígyni. És így ablaklangosás. Ügyességpont. Várjál csak. Gyorsabb szerelés. Csempék lerakása. Hát én örülnék, hogyha tudnék csempéket lerakni. Úgyhogy most már ez a képességem is megvan. Még ezt a szobát innen gyors kirámoljuk. Még itt maradt egy kis doboz. Egy üveg rakat megint. Ígyni. Jöhet a mosás. Pik, pak, sít, sút, és már tiszta is minden. Így. Radiátor. Ezt is most egy picit gyorsabban tehettem volna. De én inkább azt választottam, hogy tudjak csempét felrakni. És ezáltal tudok ilyen küldetéseket is elvállalni. Illetve otthon is tudok majd fejleszteni ezáltal. Itt voltam. Köszönöm a lehetőséget. Ablak ajtót itt is bezárjuk. Köszi. Köszi, köszi a lehetőséget. Köszi, köszi. Szerintem már csak igen. Ott a festék az ott marad. Jó, ajtó. Itt egy igazi barlang lakó. Minden ajtót bezárok, vagy nem. Jó, jöjjön. Erre is jöttem. Annyira össze-vissza kamilláztam itt, nem tudom, erre jöttem.
De várjál, csak az ott fehér volt az bejárati ajtó. Így, takarics felszennyeződés 99%. Valahol maradt egy kis piszok. Na, annyi baj legyen. 83%-ban kész. 1 millió forint. Befejez. No. Úgyhogy ez a rész most ennyi lett volna. Nem gondoltam, hogy egy ilyen óriási nagy apartmant kell majd alulról, felülről kitakarítani. Várjál, azt most megnézzük, ez az új szép felmosóval, hogy itt a házfalát le tudom-e szépen mosni. Mert ez se egy utolsó szempont. Hogy itt szép tiszta legyen a ház oldala. És épp csak átszaladtam, és már tiszta is. Illetve majd fogok tudni csempézni. De ezt már csak a következő részben. Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna. Egy órási apartman sikerült kitakarítani. Hát elég durva meló volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, köszönöm szépen, hogy velem vagytok, köszönöm szépen, hogy támogattok, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!